Ez a franciája. Ez az osztrák orvos és a kislányája. Még egy kell a fiamnak. Fogjátok be a lovakat, indulunk! Sies bohó! Szóljon a lányára, hagyja békén a fiamat, nem játékszer. Miért ne játszanak együtt? Hát ő is csak egy nagy gyerek. De néha nem gyerek. És olyankor nem tudja, hogy mit csinál. Ezek semmi esetre sem jöhetnek velünk, csak veszélyt hoznak ránk. Hogy az én cirkuszomban kiutazik, az csak rám tartozik. Na, mehetnek! Minden jót! Magunk izraeliták. Mit faggatózik itt? Ez a nő már minden jót mentett felszed. Miért? És maga kicsoda? A barátomért én fizetek. De feláról. Maga sohasem szégyeli maga? A kórházunkban sok a sebesült, kell nekik egy kis szórakozás. Azoknak orvos kell, nem bohóc. Bennünket meg várnak. Itt már külön művészek is felléptek, mint maguk. Utasítom, hogy tartsák meg az előadást. Mi a fenét akarhatnának cirkuszosoktól? Cirkuszt! És meg kell tartani az előadást. Maga tudja a legjobban, hogy ez őrültség. Tudj jobbat! Menjen, mutatkozzon be, hogy francia katonatiszt. És vigye magával az egész truppot. De ne felejts el bediktálni, hogy zsidók, katonaszökevények, és a frász tudja micsodák. Ha cirkuszt akarnak, hát lesz cirkusz!